Sziasztok! Először is azt szeretnék mondani, hogy még egyszer semmi szövegemet nem készítettem elő, és csak improvizálni fogok. De remélem, hogy ez nem lesz rossz. És ebben a videóban a magyar ételekről szeretnék beszélni. Néhány nappal ezelőtt egy magyar boltba mentem, és ha jól tudom, csak két magyar boltot van Varsóban, és én egy magyar boltban voltam, ami a neve Paprika, vagy lengyelül Paprika. És itt vannak néhány magyar ételeket, termékek, és azt gondoltam, hogy jó lenne, ha próbálhattok. Akkor kezdjük! Először azt gondoltam, hogy a kolbaszt fogok próbálni, és ott lehet olvasni, hogy ez mongolica páros kolbasz. Privát hús Koposvár, azt gondolom, hogy ez egy népszerű magyar cikk, de nem. Wow. Nagyon erős az íze, mert azt gondolom, hogy sok paprika is van benne. Azt gondolom, hogy ez nem túl jól néz ki, hogy azt csinálok, de... Nagyon jó ez a kolbasz. És nem tudom, mit más is lehet mondanom. Csak azt gondolom, hogy az egész hónapot azt fogok enni, mert ez nagy nekem. De ez nagyon jó. És Lengyelországban nem lehet mongolicát, kolbaszt enni. Okay, ez egy kicsit buta volt, mert természetesen Lengyelországban nincs mongalicák. Azt gondolom, hogy igen. Ja. Most. Azt láttam ebben a boltban. És azt gondoltam, hogy ez nagyon érdekes. Mert ott nincs olyan limonádi. És? Próbálhatjunk. Hú, sikerül. Ez nagyon jó. És ez ugyanaz, mint a Somersby, de nincs alkohol benne. És nem tudom, mi van benne. Okay, van fruktoz, glukóz, szorp, ami nagyon egészségtelen. De jó. De ez nagyon jó, és ez mint a lemonádi, vagy valamit. Itt vannak a cukorkákat, amit soha nem láttam Lengyelországban. És próbálhatjunk.
Ez nagyon jó. De még egyszer látom, hogy van glukóz szirup benne. De ez nagyon jó. És vannak több íze? De nem vagyok biztos. Tudjátok, hogy vannak, vagy nem? És ezt a kettő dolgokat vannak. Nem tudom, hogyan ezeket lehet próbálni, de ez valamit, amit az ételeknek adunk, és nem eszünk egyedül. Jó itt vagyod. Ez... Már láttam, hogy olyan lehet olvasni, hogy ez típus. És ez igaz. Ez nagyon jó, de típus, igen. De most azt gondoltam, hogy végre valamilyen filmet lehet csinálnom, amiben főzni fogok, és ebben a videóban ez a piros aranyt fogok használni. Várjátok! És az utolsó dolog, noszlopi finomságok. Lengyelországban is szoktunk olyan kapusztát enni, de ha jól tudom, paprika is van benne. De hol van? Oké, egy pillanat. A kapuszta is van, paprika van, és Lengyelországban soha nem láttam valamit. Ugyanaz, vagy ugyanúgy, soha nem tudom, hogy ugyanúgy, vagy ugyanaz lehet mondani. Írjátok meg nekem. Legyetek szívesek. Ez, mint a fokhagymány néz ki, nem a paprika. De ez nagyon jó. És most azt gondolom, hogy olyan sok magyar termékek van, hogy az egész hétvégét azt fogok enni. Az előző videóban elfelejtettem elmondani, de sok levelet kaptam. És köszönöm szépen például a Gundel Károly kis magyar szokácskönyv. És Imre azt írta, hogy sikeres főzést a nagymama társaságban. És köszönöm szépen Imre, és természetesen a nagymamammal fogok főzni. És köszönöm szépen. Ezt a könyvet is kaptam. És köszönöm szépen még egyszer. És nagyon örülök, mert valaki
olyan kedves volt, hogy ezt a rajzolt, és köszönöm szépen, és néhány levelet is kaptam, és köszönöm szépen mindenkinek, sajnos nem volt túl sok időm, és nem választottam mindenkinek, de ha lesz a szabad időm, biztos, hogy azt fogok csinálni. És ha is valaki van kedvet valamit küldeni nekem, a leírásban a címemet lehet találni. Tudom, hogy ez a filmet még egyszer nem volt túl hosszú, de ez nagyon fontos, hogy most az időjárás jobban és jobban. És remélem, hogy végre a szabad ég alatt fogok filmet rendezni, filmezni. Akkor remélem, hogy a filmeimet csak érdekesebb lesznek, és többet vásot is fogjátok nézni. De ma csak azt szeretnék mondani, hogy köszönöm szépen, hogy velem voltatok, remélem, hogy ez a film érdekes volt nektek. Nem volt túl hosszú, de remélem, hogy érdekes, és remélem, hogy a jövőben is többet filmet fogok csinálni a magyar ételekről. Például a magyar édességekről szeretnék is valamit csinálni, de az az igazság, hogy Varsóban nincs olyan bolt, amit a magyar édességeket lehet találni, de remélem, hogy ha Magyarországon leszek, vagy nem tudom. De akkor az édességeket fogok kapni. De most köszönöm szépen még egyszer, hogy velem voltatok. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. És köszönöm szépen, és remélem, hogy a hétvégét, nem, a húsvétkor a következő filmemet lesz. Akkor köszi szépen, és sziasztok!